Megtekered? Arra jól csináltad. Lemezt hajlítanak a szakmunkás tanulók segítségével az iparkamara pályaválasztási táborának résztvevői a Körber tanműhelyében. A fémipari, gépipari szakmákkal ismerkedtek az általános iskolások pénteken. A maguk készítette tárgyat hazavihették a fiatalok. Ez egy tolltartó. Nekem nagyon tetszene, szeretek kézműveskedni, legózni is nagyon szeretek. Ez a gyár, ez nagyon komoly szerintem. Mondja ez a 12 éves tanuló. Társai is nagy kedvel szerelték össze az előkészített darabokból ezt a fém használati tárgyat. A pályaorientációs táborban több ágazattal is megismerkedhettek a gyerekek. Ezen a héten a megye két jelentős gépipari cégéhez látogattunk el a gyerekekkel, de volt a héten turizmus, vendéglátás, egészségügy és építőipar is. Ezeken a tematikus napokon célunk az, hogy a gyerekek minél több ágazattal megismerkedjenek, és a pályaválasztási döntés előtt majd azért emlékezzenek ezekre a napokra. Minden üzemlátogatáson kipróbálhatták a szakmákat, mondja a kamara munkatársa. Egyszerű, de játékos feladatokkal keltették fel így a fiatalok érdeklődését az adott ágazat iránt. Nagyon örülök annak, hogy a cégek mindenhol valamilyen gyakorlati feladattal is várják a gyerekeket. Kicsit féltem mindig, hogy vajon hogy fognak ehhez viszonyulni, de rettentően nyitottak a gyerekek ezekre a feladatokra, és mindig nagy lelkesedéssel csinálják, és örülök, hogy viszik haza, és otthon meg tudják mutatni a szüleiknek, és a szülőktől hallom vissza reggel, amikor átadják a gyerekeket nekünk, hogy jól érzik magukat a gyerekek, és hát jönnek minden nap, és így a szülők is kapnak egy visszajelzést, egyrészt a kamara pályaorientációs munkájáról, másrészt a gyerektől is, hogy melyik ágazat, melyik szakma tetszett neki a legjobban. Ezek az élmények segítenek majd irányt választani, hogy hol szeretnének tovább tanulni az általános iskola befejezése után. Éppen ez a célja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborának. Egy-egy hétre összesen két turnusban fogadtak felső tagozatos fiatalokat a kamaránál. Most pénteken zárult a második, és idén az utolsó turnus, amin 14 kisdiák vett részt.